Jelmez Dunandra. De. És akkor most jön Rózsi Gábor. Igen. Rózsi Gábor második volt a díjhajtásban 53-57-tel. Az egyes akadályban második legjobb időt ért el, nézzük itt a kettesben. Gábort láttuk a kettesben. 67-55. Rózsi Gábor a tavalyi magyar bajnok, egyes fogadban derbi győztes. Egyszer volt a világbajnoki keret tagja. A kancsával, itt Libicai kancsával láthatjuk a maratonhajtásban is. Éves Kalitánó. Időtúlépésért 0,37 hibapontot kapott, verőhibáért 6, összhibapontjai száma 6,37 pályán. Az összetettben két versenyszám után élen álló Rózsi Gábor. We have the time result of Andrea Kuhn, just exceeding the time, 176.74. Penalty points for the balls 6, altogether penalty points 0.36. 37, sorry.
Rozi Gábor 187-80 az időeredménye. Versenyében negyedik helyen végzett Ronzik Gábor 8,9 hívófontos teljesítménnyel. A negyedik helyzetnek jár a díjat, Joaquin Medina a Nemzetközi Bírótestület elnöke nyújtja át. In single horse, Cones driving the fourth place goes to Gábor Ronzik, Hungary. The envelope is given by Mr. Joaquin Medina, president of the Grand Jury. Gratulálunk! A legyesogatók akadályhajtás versenyében harmadik helyen végzett Demko Zsolt 7,33 hibapontos teljesítménnyel a harmadik helyzetben.